Most a hosszabbítás utasítással fogunk megismerkedni. Szokásunkhoz híven hozzunk létre egy vonalrajzelemet, ezen keresztül fogjuk megvizsgálni, hogy hogyan is működik ez a funkció. A hosszabbítás utasítás eléréséhez gépeljük be a parancsolba azt, hogy HO, azaz hosszabbít. Azt kéri tőlünk az utasítás, hogy válasszunk ki egy objektumot, vagy, és ugye a szögletes zárójelek között a belső funkciókkal tudunk megismerkedni. Válasszunk ki most egy rajzelemet, ugye ez egy vonalrajzelem lesz, és ki fogja írni szépen, hogy mekkora az aktuális hossza, 2685 rajzi egység, szép nagy egyenes rajzoltam. Menjünk bele a delta opcióba, most kivételesen begépelem, hogy szokjuk ezt a hagyományos opció kiválasztási módot is, DE. Adjuk meg a hosszabbítás értékét, ez egy fontos belső opció, legyen ez 1000 rajzi egység, majd üssünk egy Entert, és klikkeljünk arra a végére az egyenesnek, amelyet meg szeretnénk hosszabbítani. Természetesen egymás után többször is ki lehet adni ezt az utasítást. A V-vel ugye a vissza funkciót tudjuk elérni, ütünk egy Entert, és csak a hosszabbítást el tudjuk venni. Ha ütünk még egy Entert, akkor a parancs befejeződik. Megint egy Enterrel vagy Space-el visszamegyünk a hosszabbításba, menjünk bele a deltába, és bár a neve az, hogy hosszabbít, de ha előjelet adunk az értéknek, mondjuk mínusz 500 rajzi egység, akkor nem fog hosszabbodni az egyenes, hanem rövidülni fog. Tehát ugye mínusz 500 rajzi egység hosszabbításként rövidülést fog eredményezni. Enter, majd újra Enter, itt vagyunk. Nézzük meg a teljest. Ugye itt be lehet írni azt a hosszúság értéket, amelyet szeretnénk, hogy az egyenes rajzelem felvegyen. Hát olyan 3000 rajzi egység körül lehet, most legyen ez 1000 rajzi egység, Enter, klikkeljünk rá, és szépen fölmérte az 1000 rajzi egységet, a távolság utasítással le is ellenőrzöm, valóban 1000 rajzi egység lett az egyenesünk hossza. Nézzük meg, hogy hogyan is értelmezi ezt a hossza az AutoCAD. Megint belemegyünk, hogy teljes. Most legyen 500 rajzi egység. Erre a végére klikkelek, és szépen lehet látni, hogy a másik végétől kezdve fölmérte az 500 rajzi egységet. Most megint belemegyünk a teljesbe, legyen 100 rajzi egység, és ide klikkelünk. Szépen a másik felétől kezdve fölméri a hosszértéket, tehát ez teljesen egyértelmű vált. Ha most megint belemegyünk a hosszúságba, nézzük meg a dinamikus opciót, kiválasztjuk az elemet, és hát így grafikusan a szárkereszt, vagyis hát a kurzor segítségével lehetne megadni az új hosszúság értéket. Ugye ilyen esetben, ha mondjuk egy másik egyeneshez szeretnénk illeszkedni, és véletlenül, hát ezt a feladatot éppen a hosszúság utasítással szeretnénk elérni, akkor például így a tárgyasztás segítségével együtt lehet ezt szépen használni. Persze az elér funkció sokkal jobban működik. És nézzük meg az utolsó funkciót, a százalékot. Itt meg kell adni, hogy hány százaléka legyen az egésznek, legyen mondjuk ez 80. Ráklikkelünk, és szépen fölmérte az ellenkező oldalról kezdve azt a hosszúságot, amely az eredeti méret 80%-át jelenti. Meg is néztük a hosszúság, vagyis hát a hosszabbítás, utasítás belső funkcióit. Érdemes tudni, de igazándiból én úgy gondolom, hogy ez a parancs nem a felhasználóknak szól, hanem a programozóknak, vagy magának az AutoCAD rendszernek, hiszen az elérés, vagy a MEC utasítás pontosan ezt a funkciót használja, hogyha szépen föl van paraméterezve, amelyet az AutoCAD könnyen kiszámol, de nekünk felhasználóknak olykor azért ez körülményesnek bizonyul.